A programot győri vállalkozások indították, mert a fémiparban nehéz képzett munkaerőt találni. Mivel a program valóságos problémákra reagál, sikere van ítélve, fogalmazott Győrben Comba Sándor államtitkár. A programban képzés, bértámogatás és lakhatási támogatás is párosul. Én úgy gondolom, hogy ezzel az anyagi oldalát idézőjelben mondva megoldottuk, tehát magyarul itt már csak a szándék szükséges ahhoz, hogy valóban az a munkavállaló eldöntse, hogy szeretne a szakmájában hosszú távon megbízható munkahelyen dolgozni. Borsodban több mint 3500, Nógrádban pedig 1000 fémipari szakmunkás keres munkát, ebből a körből választják ki a megfelelő 160 embert. Meghatározták azokat a feltételeket, amivel be lehet kerülni a programba. Tehát ezek minőségi elvárások. Azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem kerülnek a győriek háttérben. Akinek ilyen végzettsége van, az elsősorban bekerül ebbe az elhelyezkedési lehetőségben. Akiket idehozzunk, azok részére albérleteket keresünk, majd szállítást oldunk meg. A Győr-Moson-Sopron megyében élők az országos migráció erősödésével nem kerülnek hátrányba, mondta Kara Ákos országgyűlési képviselő. Most soha nem felejtjük el, hogy az itt élő emberek, itt élő családok számára szeretnénk elsősorban munkát biztosítani, de ha vannak olyan szakmák, olyan hiány szakmák, mint például a fémiparban, ott szükséges most, hogy az ország más részéről jöjjenek. Az elmúlt években nagyon sokan érkeztek Győrbe, Győr-Moson-Sopron megyébe, és azt gondolom, hogy nagyon sok értékes tudást hoztak, így gazdagodik a megye, így gazdagodnak az itt levő vállalkozások, és így találnak megfelelő munkát maguknak a családok. A kezdeményezéshez eddig 20 Győr-Moson-Sopron megyei cég csatlakozott, és amennyiben eredményes lesz, további megyékben is alkalmaznák a programot.